A 63-as választókerületbe is sokan érkeztek, hogy leadják szavazatukat. 17 óráig több mint 450-en voksoltak. Eddig nagyon jók a részvételi arányok a körzetben, hiszen több mint 50%-a a választópolgároknak már volt nálunk szavazni. Mindenki tudta igazolni a személyazonosságát, úgyhogy ezzel sem volt gond, senkit nem kellett a kormányablakba irányítani. Szabálytalanság rendkívüli esemény nem történt, úgyhogy úgy gondolom, hogy idő után 5 órakor eddig hibátlanul jól teljesítenek a választópolgárok. Kárpáti Zoltán Imre feleségével érkezett a Váci Mihály Technikum és Szakképző iskolába, hogy a fülke magányában leadhassa voksát. Mint mondja, mindig fontos, hogy éljünk választójogunkkal, de az idei évben, mivel Európa Parlament és önkormányzati választásról is dönthetünk, így még nagyobb felelőssége volt a magyaroknak. Egyébként is mindig fontosnak tartom, most is különösen fontos, mert az ember véleményét ilyen helyzetben, de minden helyzetben egyébként fontos, hogy kinyilvánítsa. Mert a szavazás után, ha nem teszi meg ezt az ember, akkor nincs mire hivatkoznia. A körzetben az első szavazók közül is mindenki élt jogával, és büszkén vihették haza az első szavazóknak járó ajándékot, ami idén egy magyar és egy Európai Uniós zászlós kulcstartó volt.